Az utóbbi hetekben ismét megemelkedett a közműszolgáltatók nevében küldött adathalász e-mailek száma, hívta fel a figyelmet a rendőrség nemrég kiadott közleményében. A növekvő tendencia régebb óta megfigyelhető hazánkban. Tavaly az online térben megvalósult támadások közel negyede volt adathalászat. A csalás lényege, hogy a rendszerint külföldi elkövetők e-mailek, illetve weboldalak, valamint nyereményjátékok formájában próbálnak személyes vagy bankkártya adatokhoz jutni, melyeket később pénz megszerzésére vagy más bűncselekmények elkövetéséhez használnak fel. Ezek a e-mailek kísérletesen hasonlatnak egyébként a közműszolgáltatóra vagy vállalkozásra, amelynek kiadják magukat, tehát nagyon hasonló az arculata. Viszont az tapasztalható, hogy tört magyarságával megfogalmazva a benne leírtak, helytelen nyelvtani szerkezettel, alapvetően mindegy különböző jelszavakat, adatokat akar megszerezni, éppen ezért egy link van elhelyezve a e-mailben, egy hivatkozás, erre, hogyha ráklikkel valaki, akkor találja magát az adathalász oldalon. Az adathalász oldal az gyakorlatilag tényleg ugyanúgy néz ki majdnem, mint a hivatalos weboldal mondjuk egy banknak, de egy kicsit mégis ilyen minimál dizájnra van véve. A gombok, hivatkozások, amelyek a felületen találhatóak, általában nem működnek. A rendőrség figyelmeztet, amennyiben valaki ilyen e-mailt kap, vagy felmerül valakiben a gyanú, hogy adathalász üzenettel lehet dolga, mindig elővigyázatosan járjon el. Ne nyissa meg, hanem törölje azt, és akár hívja fel a szolgáltatóját, érdeklődve az üzenet valóság tartalmáról. Bankok például bankkártya adatokat nem kérnek e-mailben. Az is nagyon fontos dolog tudni, hogy ha valaki bankkártyával vásárol, akkor törekedjen arra, hogy nyilván ellenőrizze, hogy ez valóban az ő bankjának a weboldala vagy sem. Nehéz kiszűrni ezt, nyilván az SMS-es utóbbi időszakban megszaporodott SMS-es ilyen adathalász tevékenysége kapcsolatban, ha valaki nem rendelt semmit csomagküldő szolgálatunk keresztül, akkor nyilván értelmetlen megnyitni azt az akár az e-mailt, vagy akár az SMS-t. Tehát az alapvetően, ha valaki egy egészséges gyanakvással él, és tudja, hogy ő nem semmiféle szolgáltatást nem vett igénybe ettől a szolgáltatótól, akkor meg tudja előzni ezt a problémát. Az általunk megkérdezett szolgáltatónál is a jelenség elbúrjánzását tapasztalták az utóbbi időben. Mi egy elmozdulást láttunk itt a személyes trükkös csalások kapcsán, inkább már egy online térbe való, és ez az adathalászattal, számlainformációkkal, jelszavakkal kapcsolatos csalások kerültek előtérbe az utóbbi időszakban, aminél szintén érdemes nagyon körültekintőnek lenni, és figyelni arra, hogy milyen adatokat milyen platformokon adunk meg ügyfélként. A gyanús weboldalakat a médiahatóság oldalán bárki bejelentheti. Ha valaki mégis belefut egy ilyen csalásba, és ezzel adatai illetéktelen kezekbe kerülnek, annak érdemes lecserélnie az e-mail és a közösségi média felületeken regisztrált fiókjának jelszavát, valamint korlátozni a megadott bankkártya elektronikus használatát, illetve annak cseréjét igényelni az esetleges későbbi visszaélések megelőzése érdekében.